Jó estét kívánok, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Bölcsöde nyílik az aradi vértanúk útján, a régi óvoda épület felújítására nyert pénzt a pécsi többcélú agglomerációs társulás. Meccsnap a felújított Lauberdezső sportcsarnokban, a játékosok és a sportolók is elégedettek a fejlesztésekkel. 100 művész 200 alkotása a pécsi seregszemlén megnyílt az országos kerámia művészeti triennálé. Március közepén megkezdődik a pécsi aradi vértanúk úti és a szalántai Zrínyi Miklós utcai családi bölcsöde fejlesztése egy helyreállítási és ellenálló képességi eszköz pályázatnak köszönhetően. A kedvezményezett a pécsi többcélú agglomerációs társulás, akik a projekt részleteiről hétfőn egy tájékoztató keretében számoltak be. Pécset 24, még szalántán 5 kisgyermek részére hoznak létre további bölcsődei férőhelyeket, hangzott el a pécsi többcélú agglomerációs társulás hétfői tájékoztatóján a Városházán. Mint az Pfeffer József elnök elmondta, a térség bölcsődei ellátásának bővítésére és fejlesztésére még 2022-ben egy a miniszterelnökség által kiírt pályázaton nyertek el forrást. A projekt megvalósítása azonban némileg csúszott az eredeti tervekhez képest. 2022. június végén éppen a projektben tervezett fő helyszínben érintett Székely önkormányzat közgyűlése hozott egy határozatot arról, hogy elhagyja december 31-jel a társulást. Azért kellett ezt ilyen korán megtenni, mert egyébként 6 hónappal korábban be kell jelenteni, dönteni kell a kilépési szándékról. Ezért június végén egy rendkívüli közgyűlésen erről döntött a város, de azt gondolom, hogy a tagönkormányzatok többsége örült annak, hogy 2022. decemberében ezt a határozatot a pécsi közgyűlés visszavonta. A pécsi önkormányzat így továbbra is tagja maradt a társulásnak, így a projektben eredetileg megjelölt helyszíneken tud majd megvalósulni a fejlesztés. Pécset ez az aradi vértanúk útján található Mátyás Flórián óvoda épületét érinti, ahol a napokban meg is kezdődhetnek a munkálatok. Pfeffer József azt is elmondta, hogy a bővítést a szülőktől jövő igények is indokolták. A családi bölcsödéinkben várólisták vannak, és gyakorlatilag, hogyha egy-egy hely felszabadul, egy-egy gyermek más intézménybe távozik, akkor szinte azonnal be tudják tölteni az intézményünk munkatársai a megüresedett helyet. Úgyhogy van rá igény, mi tervezünk bővítést, nagyon bízunk abban, hogy ebben a pályázatban az együttműködés a tagönkormányzatokkal és Péccsel is olyan irányba mutat, hogy ezt a munkát érdemes lesz a jövőben is folytatni. A tájékoztatón a bölcsődei hálózat fejlesztése elnevezésű projekt pénzügyi és tartalmi elemeiről is beszámoltak. Mint megtudtuk, az elnyert visszanemtérítendő támogatás összege több mint 336 millió forint, melyből egyrészt a szalántai bölcsőde egy, míg a pécsi 3 csoportszobával bővül majd. Mivel az aradi vértanúk útja 14 szám alatti üres épület régebben óvodaként működött, itt teljes körű átépítésre lesz szükség, hogy új funkcióját a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően tudja szolgálni. Megtartották az első mérkőzéseket múlt pénteken a felújított Lauberdezső sportcsarnokban. A sportrajongók a PVSK Veolia NB1 B-s férfi kosárlabda csapatát, majd a PTE Peac futszálosainak játékát élvezhették a modernizált épületben. Ezek már az öröm pillanatai a pénteki kosárlabda meccs után, ahol a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapatának győzelmét ünnepli a népes szurkolótábor. A rajongók közel 2 évnyi szünet után láthatták ismét a Lauberdezső sportcsarnokban játszani a kedvenc játékosaikat. Stábunkkal arra voltunk kíváncsiak, hogyan tetszett a csapatnak a megújult létesítmény. Nagyon jó érzés volt visszatérni, mind az atmoszféra, mind a pálya, a közönség, tehát minden ismerős volt, és beugrottak a régi emlékek, nagyon jó volt. Teljesen új, minden jó, új öltözök, nagyon jó, megy azt lent az öltözök, látom a székek is, és nagyon, nagyon teljesen más, és látom a játékosok, nagyon tetszik ez ilyen nagy terület, meg igazi kosárlabda pálya.
A PVSK szurkolóknak igazi ünnep volt a pénteki meccs, méltán örülhettek csapatuk győzelmének. Ráadásul ezúttal most egy megújult és komfortos környezetben drukkolhattak kedvenc kosarasaiknak. Nagyon-nagyon tetszik, különösen a székeken nagyon tetszett a Pécs felirat. Szép lett a felújítás. Szerintem nagyon szuper, nagyon klassz. Régóta járok ide meccsekre, meg koncertekre, erre-arra, de tulajdonképpen azt mondom, hogy nagyon kényelmes, nagyon igazi új szaga is van, megmondom úgy, ahogy van. Úgyhogy, és egy a lényeg, hogy győztünk. Aznap este még egy futszálmérkőzés is lezajlott a csarnokban. A PTE Peac játszott a kosarasok után bajnoki mérkőzést. A győzelem ezúttal sajnos elmaradt, de abban mindenki egyetértett, sportolók és szurkolók is, hogy jó volt ismét a Lauberben lenni, és sokaknak tetszettek az újítások is. Nekünk jó azért, hogy a küzdőtér az maradt, mert mi hozzá voltunk szokva ehhez, és nagyon hiányzott már nekünk ez a fajta talaj. Úgy gondolom, hogy jó mérkőzéseket tudunk ismét játszani rajta. Hát elsősorban én az öltözőt mondanám, arra ráfért az újítás, meg szerintem a székek azért feldobták a csarnokot, illetve azért kívülről is egész szép lett a dolog, úgyhogy hát most ez egy egészen elit kis létesítmény lett. Elég korszerű lett, a lett fal az szuper, örülök, hogy visszatérhettünk ide, és újra teltházas meccsekkel várhatjuk a fiúkat. A büfével is meg vagyok elégedve, szerintem szép, felújított lett minden. Szerintem gyönyörű lett, nagyon szép ez a kék szín, nagyon illik hozzá, és lehőrte egy felújítás, mert jó az a modernség. Ki lettek cserélve a lámpák, az is gyönyörű, nagyon szép fény van oda bent, illetve nagyon szép az új LED. Örömmel tértek tehát vissza mind a szurkolók, mind pedig a csapatok a megszépült Lauber Dezső sportcsarnokba. Természetesen nem csak a sportrajongók örülhetnek az újításoknak, hiszen a létesítmény mostantól újra otthonául szolgálat a különböző pécsi kulturális eseményeknek is. A kortárs magyar kerámia egyik legnagyobb seregszemléjét nyitották meg Pécsett a hétvégén. Az Országos Kerámia Művészeti Triennálénak idén az M21 galéria adott otthont, ahol 100 művész közel 200 alkotása látható. A műveket egy szakmai zsűri válogatta ki, így a hazai kerámia és porcelán művészet egy igazán értékes és izgalmas keresztmetszete látható a tárlat keretében. Újszerű és egyedi megoldások, széleskörű anyaghasználat, csak néhány szempont, ami a legjobbak közé emelheti egy-egy kerámia művész alkotását napjainkban. A hazai kortárs alkotók legjobb műveiből most az Országos Kerámia Művészeti Triennálé nyújt válogatást, a tárlatot szombaton az M21 galériában nyitották meg. A seregszemle a nemzetközi trendeket figyelembe véve ezúttal lehetőséget biztosította a hallgatók számára is a megjelenésre, illetve az újfajta kifejezési módok megmutatására. Talán újdonságként mondható az, hogy kinyitottuk az installáció irányába is a lehetőséget, mégpedig azért, mert úgy tűnik, hogy a nemzetközi trendek is abba az irányba mennek, hogy valaki úgy szeretné kifejezni magát, hogy ilyen installációt is úgy szeretne bemutatkozni, akkor miért ne? Úgyhogy szerintem így most egy ilyen jó keresztmetszet. Nemzetközi szinten is nyugodtan mondhatjuk. A nagyszabású rendezvény múltja még a 60-as évekre nyúlik vissza, akkor még két évente volt lehetősége bemutatkozni ilyen formán a keramikusoknak. Pécs sem először ad otthont az országos kiállításnak, de ahogy azt Fekete Valéria, a Zsök vizuális művészeti vezetője mondja, nem csak ez volt az oka, hogy a Triennálé épp itt az M21-es galériába kapott helyet. Mindazokkal a törekvésekkel, ami a Vizuális Művészeti Centrum célja az M21 galériával, hogy nagy országos típusú rendezvényeknek adjon helyet, ezzel teljesen megegyezik az, ami a Kerámia Művészeti Triennálé ilyen formában. Arról nem is beszélve, hogy mi szeretnénk minden olyan rendezvényt, aminek Pécshez kötődően hagyománya van, vagy akár a régióhoz, hiszen a kerámia az több évtizede kötődik nem csak Pécshez, hanem Sikolóshoz, tehát az egész régiót érinti. Helyet adjunk és folytassuk azt a hagyományt, ami elkezdődött évtizedekkel ezelőtt. Az Országos Kerámia Művészeti Triennálé keretében jelenleg 100 művész, több mint 160 alkotása tekinthető meg, még április 21-ig a Zsolnai negyedben. A tárlatról részletesebb beszámolót Tónusok című kulturális magazinunkban láthatnak nézőink.
Tavaszi koncertet adott a Pécs gyárvárosi és a szombathelyi ifjúsági fúvószenekar a Pécsi Művészeti Gimnáziumban szombaton. A két formáció nem először szerepel együtt, tavaly Szombathelyen, idén pedig Pécset léptek a közönség elé. Klasszikussá vált egykori mozi sikerek, így a Vissza a jövőbe című film ismert zenéje is szerepelt a Pécsi Művészeti Gimnázium színpadán előadott műsorban. A két ifjúsági fúvószenekar együttműködése nem új keletű, a tavaly tavaszi koncertjükön a szombathelyiek látták vendégül a pécsieket, akik most viszonozták a meghívást. A gyárvárosi együttes karnagya szerint változatos, sokszínű műsorral léptek a közönség elé. Magyar zeneszerző bűvé keresztül bemutatunk a filmzenéket, játékzenét is hoztunk, illetve egy régi katonadal egyveleg válogatást. Szombathelyen az ifjúsági fúvószene Pécshez hasonlóan szintén komoly, több évtizedes hagyományokkal rendelkezik. Az együttesben 12 és 18 év közöttiek játszanak, de többen felnőttként is szívesen visszatérnek. A karnagyot arról kérdeztük, mennyire nehéz a gyerekeknek jól megtanulniuk és előadniuk egy ismert, de bonyolultabb filmzenét. Nem könnyű, ugyanakkor... Ha valami nem könnyű, de ismert, és a gyerekek számára ismert és szeretett darab vagy film, akkor azt azért sokkal könnyebben meg tudjuk tanulni. Volt vele munkánk bőven, és még lesz is, még elő fogjuk adni, és még fogunk rajta csiszolni. A szombati koncert hangulatából és a közönség visszajelzéseiből úgy tűnik, az igyekezet sikeres volt. Az ifjúsági fúvószene előnye és hatása persze nem csak a városi és turnéfellépések sikeréből mérhető. Nagyon fontos szerepe van a közösségépítésben, emellett számos fiatalnak életre szóló élményeket és szakmai célokat ad, sőt, hosszú távon akár hivatást is jelenthet. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedden egy hidegfront érezteti hatását térségünkben, esőre is számítanunk kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd. Viszontlátásra! Thank you.